sportra télkerül az óvodában, füstmérgezésben halt meg egy férfi, előzzük meg a tragédiát, érdemes téliesíteni a vízórát. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 21-én 18 óra 5 perckor. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Testnevelés és Gyógytestnevelés munkaközössége 23. alkalommal rendezte meg az óvodások Kejfej Jancsi vetélkedőjét a Városi Sportcsarnokban. A rendezvényt Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg és kívánt jó versenyzést az óvodásoknak és szüleiknek. Mint Kunné Nánási Mónika intézményvezető helyettes elmondta, a 9 óvodát egy-egy csapat képviselte a szülőkkel kiegészítve. Idén 23. alkalommal fog megrendezésre kerülni a Kejfej Jancsi ügyességi sportvetélkedőnk, ami ebben az évben Karcagváros közösségéért helyi akciócsoport támogatásával a Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekek Alapítvány szervezésében fog megrendezésre kerülni, és mi csak együttműködő partnerként tehát intézményünk együttműködő partnerként vesz részt most ezen a délutánon. A csapatoknak 9 akadálypályát kellett teljesíteni. Igyekszünk általában olyan feladatokat összeállítani, vagy igyekeznek kolléganőim olyan feladatokat összeállítani, ami ugye a gyermekek életkori képességei és sajátosságaihoz igazodnak. Igyekszünk minden évben azokat a játékos feladatokat bent hagyni a rendezvényen, amelyeket egyébként nagyon szeretnek a gyermekek. Rengeteg labdás feladat lesz, futós, bújós feladatok, amik a gyermekek mozgását segítik elő. Idén változtattak a korábbiakhoz képest, ugyanis most nem a kupáért való versengésé, hanem a mozgás megszerettetéséé volt a főszerep, így ezen a napon mindenki győztesként távozott a csarnokból. Ebben az évben egy kicsit módosítottak kolléganőim a szabályokon. Eddig igen, ez volt a jellemző, hogy egy kupáért ment a verseny, és pontokért kellett küzdeni minden pályán. Most ebben az évben azt gondoltuk, hogy ne a versengésről szóljon ez a rendezvény, hanem arról, hogy mindenki tényleg jól érezze magát, és kedvet kapjon a mozgáshoz, és megszeresse a természetes mozgásokat. Ezért ebben az évben is 10 pályát állítottak fel ugyan a kolléganőim, de nem a pontokért harcolunk, hanem önmagáért, a mozgásért veszünk részt ezen a rendezvényen. A katasztrófa védelem ügyeletére érkezett a jelzés, amely szerint Jászapátiban, a Budai utcában életét vesztette valaki. Megrázó tudósítás következik. 6 jászberényi tűzoltó egy járművel sietett a helyszínre, tűzoltói beavatkozásra azonban nem volt már szükség. Egy családi ház hálószobájában lévő cserépkályhából áramlott vissza a füst a lakásba, és ez vezetett a tragédiához. A munkatársai értesítettek reggel, úgy 9 óra körül, hogy a Daniel nem ment dolgozni. És azok kijöttek hozzám a tanyára, aztán mondták, hogy nem jött a Daniel dolgozni, mi lehet vele, még a tegnap este ben volt a Pennybe bevásárolni. Aztán mondtam neki, adtam neki kapukulcsot, hogy akkor jöjjenek be a munkatársai a kapun, mert azt mondták, hogy nem ugranak be, de már bejöttek. Azt, amikor bejöttek, ők vele előbb érkeztek, egy fél órával, mint én. Amikor bejöttek, akkor közölték velem telefonon, hogy füstszag van. Az ajtónál mondom, törjétek be az ajtónak az ablakát, azt akkor menjetek be, nézzétek meg, hogy mi van. Utána engem visszahívtak telefonon, hogy sajnos már a fiam meghalt. A katasztrófa védelem mindkét eset körülményeit vizsgálja. Jászapátiban egy budai utcai családi házban egy holttestet találtak.
A jászberényi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, azonban a beavatkozásukra már nem volt szükség. Mint a felderítés során kiderült, az épületben egy fatüzelésű cserépkályha üzemelt, ennek égés terméke áramlott vissza az ingatlanba, és ez okozta a füstmérgezést. A hétfői két tragédia is rámutat arra, mennyire fontos otthonra egy füstérzékelőt beszerezni, illetve rendszeresen gondoskodni a kéményseprésről. Az ilyen és ehhez hasonló tragikus balesetek elkerülése érdekében szeretnénk felhívni a figyelmet a rendszeres évenkénti kéményellenőrzésre. Ezt a katasztrófa védelemnél a 1818-as telefonszámon tudják megtenni az érintettek. Fontos még megemlíteni a füstérzékelő használatát. Ez a készülék mindössze néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe hosszú időn át garantálja otthonunk biztonságát, hiszen a tűz legelső jelére hangos sípoló jelzést ad, lehetőséget adva a bentartózkodóknak arra, hogy időben sérülés nélkül ki tudjanak menekülni a házból. A magánszemélyek számára ingyenes a kéményseprés, a családi házakba viszont nem megy magától a kéményseprő. A www.kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon vagy a 1818-as telefonszámon lehet időpontot egyeztetni. A hűvösebbre fordult időjárás miatt sok helyen már befűtöttek. Azok, akik még nem ellenőriztették kéményüket és fűtőeszközeiket, ezt ugyan még mindig megtehetik, de ilyenkor leterheltek a szakemberek, és hosszabb a várakozási idő. A kéményseprő ősszel és télen is el tudja végezni a kémény ellenőrzését, és ha szükséges, a tisztítását. Ilyenkor arra érdemes figyelni, hogy a kémény ellenőrzés napján ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne forró környezetben kelljen dolgoznia. A kémények javasolt ellenőrzési gyakorisága gázos fűtés esetén 2 évente, szilárd tüzelés esetén évente 1 alkalom. Akik családi házban élnek, és a családi házban nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikor a kémény tulajdonos időpontot foglalt. Településtől függ, hogy kéményseprőcég vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. A katasztrófavédelem kéménysepréssel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalán irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéményseprő cégnél lehet időpontot egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre. Ugyanezen a weboldalon az online ügyintézést kiválasztva lehet időpontot foglalni a katasztrófavédelem kéményseprőinél. Az, hogy mennyire fontos az ingyenes lakossági kéményseprés lehetőségével élni, mutatja az a tény, amely szerint a tűzoltókat idén már 702 kéménytűzhöz riasztották. Az ilyen esetek leggyakoribb oka, ha nincs megfelelően kitisztítva, és a kémény belső falára lerakódott korom és kátrány meggyullad. Minden 6. lakás tűz a kéményben keletkezik. A fűtési időszakban megnő a szénmonoxid mérgezéses esetek száma. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosított a levegő utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű, és akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szénmonoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár 1 percen belül is halált okozhat. Idén már 14 ember halt meg emiatt. Évente egyszer érdemes szakemberrel megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, lánggal égő berendezések, a meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szénmonoxid mérgezéshez vezethet. Érdemes minden nyílt égésterű fűtő és vízmelegítő eszköz mellé szénmonoxid érzékelőt helyezni. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől vagy vízmelegítőtől 1 méterre fejmagasságba helyezzük el, és figyeljünk a szavatosság idejükre. A hideg és a fagy komoly károkat okozhat a talajban, vagy a fűtetlen pincékben található vízmérőkben. Tanácsos idejében készülni és megtenni a szükséges óvintézkedéseket, amivel elkerülhetjük a pénztárcákat sújtó esetleges pluszkiadásokat. A hatályos jogszabályok szerint a fagy kiengedésekor elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit és a szétfagyott nem javítható vízmérőt a felhasználónak kell megfizetnie, ugyanis a törvény szerint kötelesek a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni. A vízóra téli esítése nagyon fontos, mert ha elfagyna
amikor nagyon hideg van, akkor esetleg probléma lehet a vízellátásban, és tönkre is mehet a vízóra. Én nekem egy beton aknában van elhelyezve a vízóra, és akkor olyan anyagokkal fedem be az aknának a tetejét, ami megakadályozza azt, hogy a hideg miatt esetleg károsodjon a vízórán. Az anyag, amit felhasználok, hát ilyen régi szőnyegeket teszek a akna tetejére, és akkor a vastag ruharéteg megóvja a fagyástól. A mínuszok esetén nyilvánvaló, hogy ezeket a lépéseket meg kell tenni, mert ez a legveszélyesebb, amikor a változékony idő miatt időnként fagy, és éjjel fagy, amikor nem is veszi az ember észre, és másnap csodálkozik, hogy nem működik a vízrendszere. Mit tegyenek a felhasználók, hogy elkerüljék a hideg okozta jelentős károkat és a vízvesztességeket? Győződjenek meg arról, jól záródik-e a vízmérő akna fedele. Az aknák sérült fedőlapját cseréljék ki, ha hiányzik, az pótolják. Az aknát és a vízmérőt szigeteljék nikecellel vagy más szigetelő anyaggal. A tél folyamán többször ellenőrizzék, nincs-e víz az aknában, és a fedele is jól le van zárva. A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők vízvezetékek esetén ellenőrizzék a pince ablak épségét, szigetelését, és tartsák az zárva. A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsék, az ott lévő aknát is szigeteljék. Figyeljenek arra, hogy a vízmérőben a víztelenítés követően is maradhat víz, ezért a vízmérő akna szigetelését mindenképp meg kell oldani. Annak jelei, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő. A lakásban nem vagy csak alig jön víz a csapból. Nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot. A mérőlapon szilánkokra tört az üveg, eldeformálódott a számláló szerkezet. Amennyiben észlelte a fagyást, ne próbálja felolvasztani a csapot nyílt lánggal, haladéktalanul hívja a vízműveket. Köszönjük, hogy odafigyelnek a vízmérő állapotára, hiszen azok rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!